Sziasztok srácok, itt van egy újabb videóban és a mai videóban a Gun Game Challenge-et próbáljuk meg teljesíteni a Brawl Stars-on belül. Gondolom tudjátok, hogy ez hogyan működik, de azért a biztonság kedvéért elmondom annak, aki nem tudná. Szóval ugye vannak a rarity-k, például trofirodos karakterek, rare karakterek, super rare karakterek, meg stb. És ennek a challenge-nek a lényeg, hogy szépen alulról fölfelé haladunk így a rarity-kkel. Tehát, hogy a trofirodos karakterekkel kezdünk és a kromatikokkal végzünk úgymond. Mindegyik rarity-ből egy karakterrel mennünk kell egy szólós sorrend, és hogyha a top 4-be bekerülünk, azaz húzzuk a wint, akkor egy szinten feljebb lépünk. De viszont, hogyha vesztünk, akkor egy szinten lejjebb lépünk, és ugye egy szinten kisebb karakterrel kell játszanunk, és értitek. Úgyhogy ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük, és akkor lássuk az első mérkőzést, ami egy trofirodos karakter lesz. Hát trofirodos karakterből van egy pár, szóval el kell dönteni, hogy kivel menjünk, hát ami egy nehéz döntés lesz. Esetleg menjünk egyet az MZ-el. Egyébként hát nem tudom, hogyha nekem van-e ez a bug, vagy nem tudom, hogy mi van a játékomban, de figyeljetek. Most ugye rányomok az I-betűre ott a pályánál, hogy megnézzem, hogy milyen a map. És akkor ez történik. Tehát rányomtam, a játék így lefagy, tehát a háttér sem mozog, mint láthatjátok. És hogyha rányomok az X-nek a helyére, mert nem látszik az sem, akkor pedig újra elkezd mozogni ez az egész. Szóval nem tudom megnézni, hogy milyen pályánk van szóló sorrendben, meg most is rányomtam és semmi. Mindegy, majd meglátjuk, hogy milyen lesz a pálya, de akkor azt mondom, hogy play, és akkor nyomjuk is. Hát lehet, hogy ez egy MZ-nek való pálya, de mindegy, itt fent szoktak lenni boxok, így van, itt is vannak. Ezeket el is visszük szépen okosan. Ugye már meg kell kerülnünk a negyedik helyre, ami már csak két helytől függ. Szóval ez még nem is olyan veszélyes. Főleg, hogyha ezt a serit innen le kellene szedni. Ez meg is történt, szóval ez már egy win, és itt egy Penny, akit szintén le kellene szedni. Mert akkor már hozzuk a win-t, értitek? Hogyha már ez van, akkor már egy első helyet hozzunk már, és ez már egy második hely, szóval kicsik vagyunk, és ott jön a kárna, ha. Okés. Ott van, ha. Na ez meg lesz a win, így van, easy. És akkor most egy rare karakter jön, aki legyen egy Rosa, én azt mondom, hogy megint menjünk rá ezekre a boxokra itt fent, hogyha vannak. Ezt a Rico-t le tudnánk vadászni. Így van, easy be. Akár még ezt a Shelly-t is. Nekem nincs szuperje, de van szuperje, és ötödikek lettünk. Ami azt jelenti, hogy visszaestünk, úgyhogy megint egy trofirodós karakterrel kell mennünk, szóval én azt mondom, hogy ez legyen megint csak egy elmiz. Koncentrálnék egyébként srácok, mert azt akartam, hogy ne essünk vissza, de ez nem jött össze, mert nagyon rámenős voltam úgymond, szóval ezt itt abba hagyjuk, és arra menjünk, hogy győzzünk. Nyilván nem fogunk egész játékidő alatt kempelni, de azért nagyjából figyeljünk oda. Jó, te itt halsz, te is halsz. Mondom, halsz. Nem sikerült, de 500 HP-n van, szóval... Oké, megvan egyébként a win. Van akkor ilyen megint a Rosa. Jó, hát itt mondjuk nem mehetek erre a... Igazából már megvan a win. De ő is meghalt. Ezt a Mr. P-t is le tudjuk szedni. Igen, és show nem van. Ez egy win-nincs lehet. És lesz. És lesz. Most jöttek a Super Rare karakterek. És azt mondom, hogy hozzunk egy Daryl-t. Na, Brock halsz. Igen, halsz. Nem kellett volna nyomnom a szuper, de inkább, mint hogy ott valamilyen turpissággal lesz egy ilyen. Megvan ez is. Oké, és király. Nem tudom, már meg is halhatok, de azért örülnék egy winnek. És showdown van, csak nekem egy kicsit hírnelődnöm kellene. Na, meg lesz a win. Hát, hogy elgúlok, akkor nem. Gyerünk, szuper, tölts fel. De fuck, mellé gurultam. Oké, és megvan a win. Jöhetnek az epic karakterek, amiből csak kettő van, úgyhogy ez egy Edgar lesz. Oké, és ez eddig jól alakul. És hát, hogyha nem öl meg a Penny, oké, nem volt meg. Ez is megvan, király, de most ide beugrok. Nem tudom, hogy ide beugrok. Oké. Showdown van. Ez lesz egy victory.
Igen. Most jöhetnek a mítik karakterek, amiből igazából nem tudom, hogy kit lenne érdemes hozni. Elvisztjük a Max-et, én azt mondom. Gyerünk. Oké, és kicsi. Meg is van, oké, király megvan. Tényleg megöllek? Hát nem. Jöhet a Legendary, mivel abból csak én bőr van. Így vele kell mennünk, és nagyon oda kell figyelnünk, mert 500 kupás és elég sokat tudunk bukni, úgyhogy lehet, hogy nem fogunk annyira harcolgatni. Ez a penny nagyon kinézett magának, de gyere akkor. Aj, de nem már ezt úgy utálom, mikor Szendóba vagyok. Talán meg tudok lépni innen, hogyha ezt kicsinálom esetleg. De nem tudom kicsinálni, már csak kettőnek kéne meghalnia. Már csak egynek. Mi az? Az elrobbant. Megvan ez is, megvan. Nem baj, ha meghalok, megvan. Kromatívba pedig menjünk egy surge-el, én azt mondom. És akkor, ha ez is megvan, akkor kivittük az egész challenge-et. Jajjaj, ott a bull nagyon kinézett magának. Meg ez a... Hogy hívják ezt? Nem tudom, mi a neve. Brock, igen. Na gyere, akkor mi van? Jó, oké. Ott egy bibi. Azt majdnem megöltem, de nem jött össze végül. Az ott kinyírja a bullt? Nem. De a bull kinyírta. Én meg kinyírom a bullt, igen, király. Egynek kell meghalnia, és akkor készen is vagyunk. Meg is történt, de akkor ezt a wind hozzuk le, én azt mondom. Hop, igen, gyerünk, oké, és kircsi. Ajaj, ez a penny, ez nem akar békén hagyni. Lehet, hogy meg fog ölni minket. Vagy nem. De már ez a fos, ezt a szart odarakta. Tényleg srácok, mert ott van a win, és megcsináltak ezt a challenge-et. Azt hittem, hogy könnyedben fog menni, de hát sajnos nem a legjobb volt a pálya, ezért volt egy-kettő baki, de mindegy. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor szépen álljátok, mindenféleképpen jelezzétek, és iratkozzatok is fel a csatornára, és nyomjátok be a csengőt, hogy ne maradjatok le a további tartalmakról. Köszönöm a figyelmet, én Info voltam, szevasztok!